Hómátyás föld, már ez is elég romantikusan hangzik, de azért jobbról is, balról is bebeköszön itt egy kisebb-nagyobb lakótelep. Tegnap kaptam az oltásomat, tehát a gesztikulációm már egy kicsit visszafogottabb lesz, de a lényeg, hogy Mátyásföldön vagyunk, és ezt a különleges zárványt, a Mátyásföldi villanegyedet fogjuk megnézni. Mátyásföld Budapest keleti részén fekszik, valahol a Rákos nevű kerületek és Kistarcsa között, és a 19. század második felében akkor vált érdekessé a pesti tehetős polgárság számára, amikor a keletiből induló először vasútvonal, a mai Hév, az eljött Cinkotáig, majd később egészen Gödöllőig. Egykor vadászterület volt, Mátyásföld, a nevét is innen kapta, bár Mátyás király alig ha jött ide Budáról vadászni. Itt vadászott viszont a környék birtokosait képviselő, amúgy eladósodott Benicki Gábor, méghozzá Kunkel Imrével, a fővárosi központi tejcsarnok alapítójával, aki rögtön meglátta a területben rejlő lehetőséget, és gyors üzletet is kötött a vadásztársával. 1887-ben alakult meg a település, Kunkel pedig ismerőseivel, barátaival létrehozta a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesületét. A kijelölt utcák 15 méter szélesek lehettek, a telkek pedig nem kisebbek 1200 négyszögölnél. Többek között ezért is élmény eljutni ebbe a ligetes villanegyedbe. A hely pedig vonzotta a főleg nyaralni vágyó úri közönséget, akik nyáron kiköltöztek ide a belvárosi lakásaikból. Az Egyesület nem csak a telekeladásokat szervezte meg, de borsos tagdíjat szedett, cserébe megtervezte a település szerkezetét, az utcákat, továbbá teljes fásítást hajtott végre, sőt, többé-kevésbé még a kötelező építészeti stílust is meghatározta az alapító Kunkel Imre vezetésével. Több mint 130 éves villanegyed arculatához nagyban hozzájárult persze az óriási platánok, házfák és gesztenyék mellett az is, hogy nagyon sok épületet tervezett ide egy bizonyos Paulhelm József. Ő nem csak a korszaknak az egyik legnagyobb építőmestere, építési vállalkozója, építésze volt, de a főváros egyik legnagyobb adózója, tehát virilistája, és nem mellesleg ide is épített legalább 50 villát. De emellett még ezt a templomot is ő tervezte a későbbi gimnázium épületét, a Mátyás szobrot, és ahogy említettem, legalább 50 villát, ami jellegzetesen meghatározza ennek a villanegyednek az arculatát. De itt építkezett 1906-ban a kerítésgyáros Heidecker Sándor is, villáját tekinthetjük az egyik jellegzetes ómátyásföldi Paulhelm épületnek a zöld, tornácos típusú elemeivel. Heidecker volt egyébként, aki 1899-ben megalapította sodrony és drótfonat készítő vállalatát, ahol a legendás Heidecker kerítéseket gyártották. Ebből Budapesten is, de Mátyásföldön is láthatunk még elég sokat. A villanegyed igazi sztárja viszont nyilvánvalóan a Dodzi villa. Igazi selfie pont a várostörténeti sétáknak, Benedek Ági helytörténész szokott itt vezetni, állítólag az abszolút sztárja, és mindenki természetesen be is akar menni. Ez nekünk se fog sikerülni, mert beszéltem a tulajdonossal, akik éppen ma utaznak el nyaralni. A Dodzi család első sarja 1850 körül alapította azt a szalámi gyárat, amit egyébként egy barátjának a olasz szalámi receptjéből indított be, és olyan sikeressé vált, hogy egy időben a Herz és a Pik mellett a Dodzi szalámi számított az egyik legmenőbb magyar szaláminak. Az 1905-ben épült sarokpalota igazi presztízs épület, tele csigavonalakkal és növényi és állatmintákkal. A habostortára kisé hajazó szecessziós villát egyébként hosszú évekig árulták, miután felújították egyébként példásan, olyan 2012 után. Egy abszolút kiemelt helyzetben egy sarkon áll, a Pázsit közepén viszonylag kevés fával, ami még inkább kihangsúlyozza a különleges díszítéseit. A
telep így is két arcú, mert egyszerre van jelen az enyészet, a stílusos és stílustalan felújítások, olykor romokkal, és természetesen ezeknek a mátyásföldi világnak is a szocializmus volt a végzete, amikor nagyon gyakran felosztották az egyébként óriási telkeket, a villágba, a nyári, volt nyári nyaralókba pedig társbérletek költöztek. Ennek megfelelően nagyon kevés villa őrizte meg az eredeti formáját, de nagyon sok viszont még romjaiban vagy maradékaiban is lenyűgöző. A villanegyed másik nevezetessége az 1914-ben épült víztorony, amit az építész tulajdonosa 90-es években alakított át lakássá. A múlt század elején épült ipari létesítmény a telepet szolgálta ki, feltehetőleg 1914-től a 60-as évekig, amikor is üzemen kívül helyezték. A 27 méter magas toronyban, lakásban 130 csigalépcsőfokon keringve juthatunk föl a legfelső szintre, ahol a felújítás után is bennmaradt a hatalmas víztartály, mert nehéz lett volna kiszedni. Tiszta időben egyébként állítólag ellátni innen egészen a Ferihegyi irányító toronyig, illetve a másik irányba, a Megyeri hídig, vagy még távolabb Vácig, a Naszályhegyig. Ja, és hát nem a víztoronyban, de a közelben lakik kollégánk, az Urbanista blog írója és tulajdonosa is, Zubrecki Dávid.